sportosat. Híradónk vendége, ifjabb dr. Tóth János, egyetemi docens, a Vasas Kubala Akadémia edzője. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit! Mi a Vasas ma este játszik a mezőkövesdel, hogy a mezőköves játszik a Vasassal? Nem tudom, majd kiderül. Most a Vasast pihentetjük. Pácska azért is, mert most mit lehetne mondani, ki tudja, mi lesz, így van? Pintér még ugye még csak pár meccset játszott a vasassal, tehát még bármi lehet, tulajdonképpen csak általánosságot lehetne még most mondani, igazi szakmai dolgot nem hiszem, hogy az több meccs kell, hogy lássuk, hogy a pintérrel erősödött-e a vasas vagy sem. Egyelőre úgy azt látjuk, hogy helyben áll a történet, tehát nem történt nagy változás az edzőváltás óta, tehát bármikor megfordulhat, úgyhogy azért mondom, tehát ezt hagyjuk, de mint edzőket oktató szakembernek azért biztos van egy-két véleményed, egy-két dologról. Gyorsan kezdjük itt a legfrissebben, mert most ugye mindenki ezzel foglalkozik. Száldánha a brazil csatár, akit a Ferencváros ugye leigazolt, parádésan játszik, parádésan nyúl a labdához. Tehát úgy, ahogy itt Magyarországon egy idegen légió sem tette még. Igen, tehát nála az a brazil mentalitás, ami ami a brazilokat ugye általában jellemzi, ez a finom motorika, a finom koordináció, alkalmazott koordinációnak a magas minősége, ez látható volt ugye a, a mostani puskás elleni mérkőzésen is, és hát ahogy mondtad, egy ennél jobb beállás gyakorlatilag nem is kell egy mérkőzésen, ahogy, ahogy ő ezt megtette, és valószínűleg ezzel le is tette a, a, névjegyét elég gyorsan a, a magyar labdarúgásban. Nagyon jó játszott, de sok szurkoló egyből hozzá is tette, hogy ám a gyorsan hozzá fog szürkülni a magyar mezőnyhöz. Valóban hozzá lehet szürkülni, vagy valóban akiben van tartás, aki hozza külföldre az iskolát, amit tanult és amit Mennyire szokták ezt elengedni, és mennyire edzőfüggő az, hogy valóban a jó külföldről hozott játékos is hozzászürküljön a többiekhez? Bélmény szerint azért a Ferencváros nem az a közeg, amelyik engedi ezt magának, hogy, hogy ő úgy úgymond az átlag magyar labdarúgó közeghez próbáljon visszaszürkülni. Szerintem maga a közeg nem fogja ezt engedni, illetve a játékosnak is biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan igényszintje, hogy be akart mutatkozni most, ez egy jó bemutatkozás volt. Lehet azt mondani, hogy magasra tette a lécet, az elvárást, mert ettől kezdve ugye talán még többet, hogy talán hát ezt hát a akarják hozni. Megrohanták a fadipályát, most már béletet akar venni mindenki, ott akar lenni a csütörtöki hazai Tottenham elleni elmérkőzésen, mert most mindenki úgy látja, megint ugye ez a lila köd, ott van a zöldeknél is, hogy most már nyerni fog a Fradi, ő vele. Nem mindig, lehet azt mondani, hogy nem, egy fecske nem csinál nyarat, de úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnál az elmúlt időben ezzel kapcsolatban ugye evés közben jött meg az étvágy, tehát folyamatosan azért nemzetközi poronton szerempelnek, és próbálnak ott is megfelelőképpen Jól szerepelni, és van egy elvárás most már a szurkolóknak is, attól, hogy ott vagyunk standardben Európa Liga, Bajnokok Ligája ö, magasságában, és, és akarnak még többet, vágyakoznak erre a szurkolók, azok a fradi fanatikus szurkolók, akik a, ebben, ebben alapjáraton is egy, egy, egy olyan temperamentumúak, egy olyan beállítottságúak, akik. akik tolnák előre folyamatosan a szekeret, hogyha, hogyha ott lehetnének ők is a pár, ők is, ők is beállnának. És, és, ez a fanatizmus hozza ezt gyakorlatilag, hogy, hogy már, már, látják azt, már, már elővételezik azt, hogy ebben már egy következő plusz inger, egy plusz impulzus lehet, és, és akkor ezáltal a tetem ellen is lehet esélye a Ferencvárosnak, igazából miért ne lehetne esélye a Ferencvárosnak, az viszont tény, hogy hát ezek már olyan elit csapatok, ahol nézhetjük akár az underleg elleni mérkőzés is, ahol azért azt lehetett mondani, hogy azért a játékképe nem feltétlenül azt adta, amit amit, ezt mindenki láthatta, de azért ezek mégis olyan top csapatok, akik ellen bárhogy is alakulhat esélye egy magyar Ferencváros szintű csapatnak is, de, de hát azért ezek nem könnyű mérkőzések. Mm -hmm. Na, no, majd ott kiderül, ugye? Tehát akkor most például csütörtökön kiderül, hogy valójában mennyit ér ez a brazil? csatár? Nem biztos, hogy csak mert, akkor, Mert de... ugye itt, itt már nem magyar védőkkel fog találkozni. Igen, tehát ez is egy, ez is egy úgymond teljesen helyes megközelítés, ahogy, ahogy mondod. Ott már nem az a, az a átlag Csúnyán szó, átlag ö, magyar közeggel fog találkozni, ahol, ahol ezeket mondjuk lehet, hogy megengedheti magának. Ugye az a dél-amerikai futball stílus, futball kultúra, amit ő képvisel, azok a technikás, látványos elemek, amiket ő fel, felhoz, az európai nemzetközi elitben már nem biztos, hogy minden esetben ki tud jönni, hiszen maga az a játékfázis, ami Dél-Amerikában ki tud alakulni, az, az európai elitben már nem minden esetben szűk terület, gyorsabbak a, a kontaktusok, gyorsabbak a, a, az események, és ott már nem biztos, hogy minden esetben arra van lehetőség. Na mindegy próbáltam utána járni, hogy egy ilyen képességű labdarúgó miért pont az MB1-et választja. Mert ugye tudjuk, hogy hová rangsorolják az MB1-et Európában. Hátra, nagyon hátra. És hogy miért választotta ezt? Egyes szerint azért, mert a Ferencváros ugye, most itt játszani fog Európa Kupában, tehát ott van. És ez egy jó lépcső fog neki arra, hogy télen, vagy amikor kiesik a Ferencváros. Tehát ugye, hogyha tavasszal, akkor ugye nyáron innen jó játékot nyújtva eladhassa magát Európában magasabb szintű csapathoz. Tehát ő már csak saját önös érdekéből, csak erre akartam utalni, jól akar játszani, mert ő csak egy ugró deszkának tekintette a Ferencvárost a nemzetközi kupa szereplése miatt. Ez is lehetséges, tehát ez is benne van, hogy ha, annyira föl tudja magára hívni a figyelmet, akkor akár egy még erősebb, még komolyabb klub is a látókörébe kerülhet ebből a szempontból, de szerintem első körben neki is aklimatizálódnia kell. Tehát egy olyan, egy olyan millióbe érkezett ő abból, a, abból az irányból, ami, ami, azért több szempontból más. És persze hát nálunk azért a magyar szinten még azt mondjuk, hogy Ferencváros a jelenlegi legerősebb, meg legdominánsabb klub Magyarországon, de az ő versenynyesztetése is a nemzetközi porondon tud egy olyan minőségi előrelépést nyújtani, ami akár a magát a klubot is tudja vinni és remélhetőleg el lehet mondani, hogy akár tavasszal is lesz még magyar Részvevője Na, a nemzetközi tehát az, ö, így, így gondolkodik itt, tehát ő ez egy. Hát ha ugró akkor segítse hozzá a magyar labdarúgást ahhoz, Na, hogy, egyetem, hogy tavaszra tehát... előre. Menjen, és hát ha. Ami jó, erződését... neki jó, akkor az a klubnak is jó lesz. Ez így van, tehát, tehát, tehát valószínűleg, egy... valószínűleg tudja segíteni a klubot is, és ezáltal tudja segíteni a magyar labdarúgást is nemzetközi szinten. Igen, csak tud, az, az a rosszabb, hogyha hosszú távon gondolkodik egy szakember, hogy jó-jó időt egy rendkívül jó képességű labdarúgó, előbb elmondottak miatt ugródeszka, ő szállt tovább megy, magasabb szintre, német-angol bajnokság, és akkor megint ott vagyunk, ahol eddig voltunk. Tehát nem lesznek jó magyar labdarúgók, nem lesz. Utána megint visszasüllyedünk oda, ahonnan most indultunk. Tehát ez a baj, hogy ez hosszú távon nézve, ez milyen előnyöket jelent a magyar labdarúgás számára? Hosszabb táv, ugye, ha külföldi játékosban gondolkodik így az ember, akkor természetesen az a külföldi egy magyar játékost fog kiszorítani abból a keretből. Ez, 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 egyértelmű. De nem mindegy, hogy milyen típusú külföldi játékosról beszélünk, illetve a külföldi és a magyar játékosok arányáról sem. Mondjuk egy Ferencváros ebből a szempontból egy pont egy, nem, nem, egy, nem a legjobb példa, de, de meg lehet találni akár a külföldi minőségi játékosok és a magyar játékosok közötti összhangot. Na, ja, de ez a minőségi Tehát azért mondom, most ide hozták eladják jó pénzért, nyer a Ferencváros. Hosszú távon viszont, és, és, ha abban gondolkodik az ember, hogy mindig jönnek olyan külf, minőségi külföldi játékosok, akik így tudnak segíteni a magyar labdarúgásnak, hogy ebből az őszből már tavaszba de bogyás, lépünk. Meg 25 év óta ő az egyetlen, a, aki, aki látszik valóban, hogy lehet, hogy most indulunk el ezen, a, hm. ezen, a, ezen az úton, ilyen formában. Nézzük, Bizakadó, ki, ki lehet, ki lehet tekinteni akár a másik irányba is, amikor az Egyesült Államoknál az MLS ligát nézzük, de meg azért vitték ki a külföldi minőségi játékosokat, hogy azt a Meglévő milliót próbálják ö, megemelni, ugye abban a, abban a fenszi környezetben, Igen. amit igyekeznek termék szolgáltatásként eladni. Ott si nyarod, tehát ugye Oda is kellett játékos, amíg, jó pár játékos, amíg. De hogyha is elmelj, akkor minden marad a régi, tehát érted, mert egyedül. De, van, tehát... le, de hogyha jó, jó pénzért adják el a játékost, akkor utána lehet más is hozni helyette, és akkor a forgalmat lehet mm -hmm. generálni. Igen, lehet bizakodni ebben a forgatókönyvbe, igen. <laughs> Üzleti szempontból is meg kell közelíteni ezeket a kérdésköröket. <laughs> Mi van az Újpesttel? Most például akkor még, most már nem így van, a tabella utolsó helyén álló Györgyt sem tudta hazai pályán megverni. Most két hazai meccs, két csúnya döntetlen. Abból is lehet tovább lépni, én azt mondom, mindig pozitívan kell ehhez hozzáállni. Ugye az Újpestre rájött egy lehet csúnyán fogalmazni, de egy kényszer szereplés, hogy más támogató, más szp szponzor, más tőkeinjekció. Okay. Hát el is kapták és, a fonalat. Úgy tűnt, és, úgy tűnt hogy elkapták és, a fonalat. És, és ezáltal az elvárások is magasabbak lettek az elmúlt időben, mint ami korábban volt elvárás az Újpest. Tehát szemben ugye az Újpestre jellemző volt, hogy az ősz az mindig jól sikerült, és de a tavaszra történt egy minimálisan visszaesés, amikor amikor a vártnál... Jó, hogy a csak most itt belül van ez a nagy hullám. Mert mert ez a, ez, a, ez a fajta nyomás, ami ami úgymond nem leírod, de elvárás az Újpest, hogy na most már egyesült az utánpótlás, na most már egy kéz alatt van, na most már lehet előre menni, lehet, hogy ez generál egy olyan... Egy olyan hangulatot, hogy igen, az elvárás, és lehet, hogy görcsössé válik, ami ez a görcs majd szépen remélhetőleg idővel ki fog és ők is el tudnak indulni ugye fölfelé. Biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ö, akár ott is, nem csak a játékosok, nem csak az edző szempontjából, ott is alakulásból Fog tudni, ez a együttműködésből fog tudni úgy alakulni ez a, ez a folyamat, hogy ezek a döntetlenek fognak tudni átcsapni esetlegesen majd győzelmet. Jó, csak és a akkor... szurkolók jogosan mondták megyeri úton, hogy hazai pályán az utolsó álló csapatot sem tudják megverni. Akkor kit akarnak megverni? Mindig Még, ne, is meg lehet mi, az, a utol, az utolsó ellen papíron mindig könnyű, Igen. de a, néha azok a legnehezebb mérkőzések mert akkor benned van alatt, hogy hát, na hát ezt na, és ezek az ez a, úgymond kötelező győzelmek azok, amik tudnak görcsösek lenni. Hát ezt, mi, meg... ezt miért nem vették le serdülőkorban játékosok, hát, nem? Mert ez egy emberi pszichológia. Miért? Nincsenek kócsok, pszichológusok? De vannak. És? A, van, vannak, csak csak minden helyzet más. Nálunk a labdarúgás azért szép, mert nem arról van szó, hogy fél évente egyszer, vagy három havonta egyszer készülsz fel egy versenyre, amire teljesen rá uh -huh. tudtál állni, hanem itt minden héten kell tudni. És az a nehéz, hogy ezt minden héten tudjad magas szinten produkálni, illetve a jobbikes, ugye a, a másik fel, a rosszban mondjuk a jó, Igen. hogy minden egyes héten lesz rá lehetőséget, hogy javítsál. Igen, Tud, ez a, ez a csúnya dolog, hogy be ugye szegény Ronáldót is ugye Cért ugye ezért szapulták olyan viselkedik, de azért viselkedik úgy, hogy viselkedik, mert ő így tudta elérni azt, hogy ő mindig csúcson legyen. Hogy olyan ágy, olyan papram, tehát mind, neki mind Olyan alvási ciklus, igen. olyan étkezés, olyan igen. teljesen más világ. Igen. De pont ezért, ezért lett az, aki. Ez így van. Ez így van. Sokan ugye, tehát például, amikor itt nagyon jó példát... Csak, csak mi miért nem tudunk így viselkedni, így élni? Tehát fölvenni ezt a CR-féle programot, hogy. Hát azt a programot nem tudjuk, úgy, ahhoz nem? kell ahhoz kell ő is, mint uh -huh. játékos. De legalább valami programot hasonló. Föl, föl, válgatott, ilyen... Magyar válogatott játékosok mondták, hogy mindenki csak így néz Orbán Vilire, amilyen profinő él, dolgozik, ugye ezeket csinálja, kaja, stb. teljesen el vannak hűve. Tehát nem kell ahhoz a CR-nek lenni. Ő a Bundesligában ért nevelkedett Orbán Vili, tehát Azért azokat a dolgot is át lehetne de valahogy hozni nem lehet sehol? Át most? lehet, át lehet, de nem lehet egy az egyben. Tehát nem lehet, az, a, a, nem lehet azt mondani, hogy ami a Cristiano ronaldo működött, az most akkor a Kropacsek hümérnél is fog, vagy a fűkettő Józsinál működni, mert ez nem így megy. Tehát neki úgy abban a formában fog működni, mert az ő rá van. Egy tök, tök nagyon jó példa az, ami, ami egyébként így azon beugrott, Pont a Ronádóval szoktunk példáulni az egyetemen azzal, amikor a kondicionálási területekről van szó, is, ugye az esztétikai és a funkcionális izomzat ö, példája, hogy ő azért néz úgy ki, neki azért olyan a struktúrája, mert neki, ha ennél több lenne, vagy ennél kevesebb lenne, nem tudná az adott maximális teljesítményt leadni. De ez az izomstruktúra nem biztos, hogy ugyanúgy illeszkedik egy másik fajta játékosra. De ezt ugyanúgy tovább lehet vezíteni az életmódot, a hozzáállást. Lehet, nem ugyanaz akkor a fajta nem ugyanaz a van olyan szakember, aki ezeket elmondja a játékosoknak, és megnézi, hogy neked mi a jó? Vannak olyan területek, amikre, amikre lehet specializáltan, célozni egyes egyéneknél. Legyen ez az étkezés, legyen ez a, a, az alvási ö, ciklusa, legyen az a, a, az életvitele élet, élet stílus, ezekre lehet kiélezni ezeket a folyamatokat, de nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek mindig ugyanaz, vagy ez, egy általánosságban azt hogy ez, ez mindig valakire az, az jó. Azért kérdeztem, hogy van-e olyan szakember, van, aki, aki megnézi, hogy akkor neki ez, neki az. Neki. Dietetikai szempontból, alvásszakértőkön szakértőkön keresztül, life coachokon Igen. át. Csak ezek, tudod ezek ezzel mind... mi abban, hogy magyar labdarúgókról beszélünk, és a magyarokra mi a jellemző, felrúgják hmm. ezeket a szabályokat. Vagy nem csak a magyar, ez e, ugye, le, most már azt mondom, hogy, hogy talán, talán sikerült sok időt eltölteni külföldön, mm. hogy szerezzen az ember tapasztalatokat, és, és nem lehet feltétlenül csak azt mondani, hogy ez csak a magyarra ö, jellemző, hanem azt mondom, hogy egy átlag ember általában véve mindig a könnyebb utat választja, mindig, mindig keresi a. a, a Short uh -huh. mindig keres, keresi a, a egyszerűbel egy gyengébb ellenállást. Ez egy ez egy, ez egy természetes ö, folyamat. Azok az emberek, azok a, a személyek, akik, akik éhesek, a sikerre, akik akik általában esetek nagy részében mélyebbről jönnek lehet és mondjuk már serdőkorban is, amit mondta, hogy olyan életkörülmények között nőttek föl, akik, akik, akiknek meg kell harcolni minden egyes olyan dologért, ami, ami őket előre viszi, ez teszi őket olyan mentalitásra, olyan erőssé, pszichológiailag, amit utána felnőttként, akkor is, amikor már nem kenyérre kell, akkor is, amikor, amikor már kitűzöm magam előtt azokat a célokat, hogy igen, most volt egy bél, akarok még egy bélet, akarok egy Európa-ban akarok egy világban is. -t. Ilyen, Amik számunkra átlag ember számára gyakorlatilag fel se fogható, hogy, hogy ezek milyen egy hát bár csak egy lenne, nem, hogy akkor még egyet, még egyet, még egyet. Mit csinálnál kecskeméten? Mit tanácsolnál kecskeméten? Maradjon a vezető edző, akit nagyon sokáig dicsértek, hogy nagyon jó, hogy utolsó jön el a bajnokságban. Mit lehet most egy, egy ilyen lejtmenetben lévő csapatnál, amely korábban nagyon szuperül szerepelt? Az ő, az ő helyzetük szerintem borzasztó érdekes, mert azt lehet mondani, hogy följuttatta a csapatot NBA 1 Ilyenkor vezetői stílus, hogy hogyan, milyen típusú megegyezések vagy eljébek vannak, de hát láttunk már rögtön a történelemben, aki azt mondta, hogy te juttattad föl, akkor veled is fognak kiesni. És azt, amit ő fölépített, nem lehet azt mondani, hogy ez ugye minden egyes feljutó csapatnak mi az elkövetkező évben az a elsődleges célja, maradjál bent abban a nagyon simán amit... meg is oldotta. És, 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 e, és, ezek, után, ezek után szintén az, hogy na akkor mi lehet a következő lépcsőfok, mi lehet az, amit, amit, amit be lehet kapaszkodni. Jó, egy 12 csapatos bajnokságban, ugye mindenki ebbe kapaszkodni, hogy bemaradás. Igen, tehát, tehát ez elmény kényszer ilyenkor ebben a helyzetben egy borzasztó kényes kérdés. A, a belső, a belső öltözői morál kell tudni ahhoz, hogy, egy drasztikus döntés, ami mondjuk egy edzőváltás jelentene, valószínűleg bizonyosan szükségese, vagy, vagy lehet, hogy egyébként abszolút nem szükséges, mert, mert nem ilyen jellegű problémákkal küzd a kecskemét, mint, mint mondjuk az edző személye, vagy a munka, vagy a, vagy a hozzás, vagy a játékosok motiválása. Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy csak ez az, ami... ami tehát nem, nem, minden esetben érteleg. csak az edző. Az edzőnek van akkor, egy nehéz, akkor, nehéz igen. helyzete ilyenkor mindig, hogy ha jó a csapat, akkor dicsérik az edzőt, ha rossz a csapat, akkor mindig az edzőt szidják. Ez az edzői sors. Jó, de akkor most uh, mi igaz abból, amit egyes szakemberek mondanak, mások cáfolják, hogy három évente menni kell. Mert hogy az impulzus már nem lesz olyan erős az öltözőben, mint amilyen volt, amikor elkezdted ott a munkát. Előbb-utóbb elveszíted azt az energiát, amivel tudod működtetni a csapatot. De van, aki azt mondja, hogy Baromság, nyugodtan lehet ott akár nyolc évig is edző, csak meg kell tudni újulnia. Mit mondasz erről te, mint a szakma? Most mi a, mi a jobb? Lenni idő után? Ez, ez ugye úgymond klubfilozófia szempontból is, és is, is más, tehát minden klubnál más lehet ez a fajta megközelítés. Eleve a klubfilozófiáról adott ország. De most mindegy, hogy mi a filozófia, de hogyha az edző valóban megkopik, az energiája megkopik. Mert az a kérdés például, hogy ha az edző nem változtatott a korábbiakhoz képest, de mondjuk a játékos állomány a keze alatt lecserélődött, akkor lehet, hogy ahhoz a játékos állományhoz már más fajta megközelítés kell. Uh -huh. Ha ugyanaz a játékos állomány maradt, azóta is. Akkor is és a az, hogy már idő után már, így, bocs, unalmassá válik. Már nem lesz olyan hatással rá. Igen, de, de lesz például nem kell, nem kell, messzire menni, ott volt az Újpest egy példa, a leg Egyik példa. Nézzünk extra példát, Sir jó, ez mindenki Tehát őt mindig, szokta. Mindig vannak, jó. Mindig igen, vannak azok igen, a, a bérek, de állítólag, ő olyan stábban dolgozott, Ezt ami mondják a tanárok is értem, hogy és hogy időként váltani kell. Kell, kell mindig egy, egy, egy frissítés, kell mindig egy új impulzus, de ez nem minden esetben jelenti azt, hogy ezt az edző személyén keresztül kell megoldani. Tehát lehet az friss impulzus a. 22 a... új játékos? <laughs> hát az <laughs> veszélyesebb fajta, de akár, akár a játékos állománynak a folyamatos cseréje az utánpótlásban is ugye azt szokták mondani, illetve az, azt az elvet valljuk, hogy attól függően, hogy a mondjuk egy akadémiának, vagy egy, vagy egy utánpótlás klubnak mi a tematikája. Ha van egy kötött tematika, úgymond, ami a terv a legkisebbektől a legtetéig, akkor teljesen mindegy, hogy ki az edző, mert mindenki pontosan tudja az adok korosztálynál, mit kell csinálni. Jó, barát, olyanról beszélsz, ami tulajdonképpen a felér fel, mert nem így működnek a magyar klubok, ez teljesen ez a, ez a, világbéke, hogy ez lenne az, ami, én azért ami Azért mondom, de nem így de, működnek, de, nagyon de, jól ha megnézzük tudod. a gyakorlatot, akkor vagy két évig visz mondjuk egy utánpótlás edző egy, egy korosztályt, vagy mindenkinek megvan az ott korosztály, és oda érkeznek be a, 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 a Ez ugye felnőtt futballban vagy a játékosoknak a, az áramlását ö, változtatja meg, mondjuk akkor, hogyha egy olyan típusú klubról beszélünk, akik a fiatalokat szereti mondjuk beépíteni, teljesen jó példa mondjuk az Ajaxnak a a szisztéma, akinek az a célja, hogy megforgassa a játékosait a nemzetközi piacon, és piac tegye, és el tudja adni. Ott nem biztos, hogy minden esetben az adott edzőnek a személye dönti azt el, hogy az a játékos állomány megfelelő, vagy az a játékos állomány. Neki az lesz a feladat, hogy azt a játékos állományt kell fölépítenie arra a szintre, hogy piacképes játékosokat tudjon nevelni. Pár perc maradt már csak, tehát nagyon ja. röviden. Miért téma Salai Roland Törökországba szerződése? Ö, ugye sokan azt mondják, hogy egy magasabban jegyzett bajnokságból ment egy gyengébe, ami ha megnézed a listát, egy akkor Burgaz, valóban így van. A Bundesliga meg a... Igen, igen. a török bajnokság. Viszont Sali Roland meg jó játszott, válgatottban is jó játszott, tehát sokan nem értik, hogy miért ment lejjebb. Éppen ezért megosztotta Magyarországon a Sali Roland pártolók egy része, van, aki azt mondja, hogy rossz útra lépett, rálépett a Zsuzsák által kitaposott útra. Vannak, akik meg azt mondják, hogy igen, jó útra, tér, ott játszani fog, ami most még nem valósult meg, ilyen lap a játszani fog, és hogy jó helyre, és onnan is vissza lehet kerülni. És nekem ez a szó nem tetszett, hogy vissza. Miért kellett neki akkor lelépni, hogyha már visszáról beszélünk? Tehát tudom, ez egy kicsit nyelvtanilag érdekesebb inkább, de, de, de hogy látod ezt röviden? A, ugye a galatasaray jelenleg nagyon nehéz be kategorizálni. Hogyha megnézzük a 12 évvel ezelőtti Galatasarayt, azt a nevet, amit ők ismer, azt a nemzetközi szereplést, amit ők ismer, és mondjuk a jelenlegi Galatasarayt, amit ugye nem kell őt attól még ő, negatív jelzővel élni, de nem ugyanaz jelenleg a galata, mint mondjuk 15-20 mm -hmm. évvel ezelőtt. Éppen ezért nem nagyon tudja, hova tenni a közvélemény szerintem jelenleg a Galatasaraynak a, a szerepét. Egy biztos, hogy ők valószínűleg előre akarnak ebből, ki akarnak ebből a, a úgymond árnyékabb világból lépni, és vissza akarnak kerülni a bajnokok ligájába stabil szereplőként, mint ahogy De ez attól, még a török volt. bajnokságot akkor is a német alá fogják besorolni, még ez, jó pár évig. Ez így van, viszont lehet, hogy pont a ő személye, a salai személye az, aki egy olyan fecske lehet, akivel el lehet indulni abba az irányba. Ugye az ő helyzete egyébként borzasztóan érdekes, hiszen ha megnézzük, a, skót bajn, a skótok elleni válogatott mérkőzés volt az utolsó, amikor még a klubcsapatban folyamatosan játszott, és utána ugye azt írták, hogy sérülések, kevesebbet játszott, pár perceket játszott, lecserélték hamarabb, és attól kezdve gyakorlatilag csak a válogatottban volt teli meccse, vagy úgymond Igen. teljesebb. Ö, tehát az is lehet, hogy van olyan dolog a háttérben, ami miatt ő valóban úgy gondolta, hogy lehet, hogy ebből a szóval Freiburgból kell lépni egy kicsit, egyet, hogy felépíts, egyet lehet, vissza, hogy utána kettőt lehet, előre. Lehet, hogy is fel kell építeni újra egy kicsit? Ezt nem feltétlenül ö, azonnal jelenteném ki, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy ha megnézzük a statisztikát, ami, ami most körülötte van, hányszor volt ugye sérültnek regisztrálva, Igen. hányszor játszott kevesebbet, próbálták ugye visszahozni mérkőzésbe pár perceket adni, 10-20 perceket adni számára. Ezáltal én úgy gondolom, hogy, hogy valós lehet az, hogy neki most lehet, hogy azért kellett úgymond visszalépnie egyet, hogy utána kettőt tudjon előrelépni, akár a galácta együtt bekerülni arra a nemzetközi porondra, amivel ami, ami ez a klub egyébként gondolkodik. Én nem hiszem, hogy, hogy, hogy egyből ö, a, a másik által az említett negatív ö, vonalat kell azonnal. Ezt az, az, hogy ehhez ehhez nyomós indokot találjunk, szerintem legalább egy fél évnek el kell telnie, hanem egy évnek, ahhoz, hogy, hogy azt lehessen mondani, hogy ez most ez az út, vagy az a másik út, amire gondoltunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. További sportosat.